Sziasztok! Az érzelmek fokozódnak így a telihold közeletével, és azt kell, hogy mondjam, hogy én ilyenkor mindig szoktam figyelni a környezetemet is, hogy ki hogy éli meg a dolgokat, és mindig azt veszem észre, hogy mindenkinek a valóságában megjelenik valami, ami éppen zavarja ezekben az időszakokban, és ezek van, amikor vélt vagy valós dolgok, van, amikor próbatételek. Persze elég reálisnak tűnik a probléma, amikor ugye az ember megkapja őket. Szeretem volna elmesélni, hogy mire is gondolok ilyenkor. Nekem tegnap volt egyébként egy kiborulásom, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden ilyen kiborulás után általában sokkal összeszedettebb vagyok, de nagyon sok mindennek ki kellett jönnie belőlem tegnap, és egy jó 1-2 órás műsor volt, ami során rengeteg dolog elhagyta a számat és a gondolataimat és az érzelemvilágomat. És éjszaka, amikor lefeküdtem, egyébként hozzáteszem, hogy minden nap szoktam ilyen videókat nézni, amitől egy kicsit jobban érzi az ember magát, vagy összeszedi magát, és éjszaka is mindig beszoktam rakni valami motiváló dolgot, vagy amire alszok. És hajnal 4 óra körül felkeltem a gyerekre, és úgy döntöttem, hogy nem fekszek már vissza, hanem kihasználom azt, amit így nagyon okos emberek szoktak mondani, hogy keljünk korán, és az ugye aranyat lel. Össze akartam szedni a gondolataimat, akartam inni egyedül egy kávét, ami nagyon ritka, hiszen a gyerekkel mindig együtt szoktunk kelni, a babával, és azt kell, hogy mondjam, hogy az volt az érdekes, és ugye egyszer már volt egy videó arról, hogy milyen jeleket kapsz, és nem tudom, hogy ez mennyire volt egyébként értelmes, vagy mennyire ment át, vagy mennyire gondolkoztatok el a saját dolgaitokon, de most megint kaptam egyet, tehát amikor tegnap például kiborultam, volt egy fő téma, igazából bármennyire is minden nap igyekszem hálás lenni, és belül úgy is van, tehát igazából tudom, hogy mi az, ami jó az életemben. Tegnap mindenki jött, ami nem volt jó, és rögtön kaptam egy arcúcsapást jelek formájában, ami úgy nézett ki, hogy kinyitottam a YouTube-ot este, hogy én nézegessek videókat, és mit tudom én, most az első 20, amit így végigpörgettem, abból, hogy legyen 10, abból 4 olyan videó jött szembe, amit én éreztem, hogy egy jel. Az egyik, és le is fényképeztem magamnak, hogy ezt ne felejtsem el, és el tudjam mesélni, mert tudom, hogy elfelejtem utána. Az egyik az az volt, ahol egy nő megszült. Az volt a videó címe, hogy a doktor azt ajánlotta nekik, hogy abortálják el a nyitott szájjal, tehát ilyen sérült babával volt terhes, és végül nem abortálták el, hanem megszülte a nyitott szájú babáját. A másik videó arról szólt, hogy egy egyedülálló anya egy videót készített a lányának, hogy egyedül végigcsinálta a terhességet, mert az apukája meghalt, és még ugye terhesen egyedül volt, mert nem volt már párja. A harmadik videó pedig az volt, hogy egy nő arról beszél, hogy mennyire nem tetszik neki a hasa, és hogy milyen transformáción ment keresztül a szülés után, hogy császárt kapott, és akkor a császárnak a hege ott maradt, és hogy dolgozta ezt fel. És érdekes módon egyébként mind a három ugye a család témakörével, vagy gyerek témakörével szülés, babavárás témakörével társult. Aztán volt még egy, de arra most nem emlékszem, hogy mi volt, de az is ilyen negatív, tehát úgymond negatív videó volt, hogy egy jelként jött nekem, hogy tulajdonképpen miről beszélek, hiszen nem kaptam császárt, egészséges gyerekeket szültem, nem halt meg a párom, él még, és mi bajom van az életemmel, tehát kb. Egyébként ez volt a válasz. És az jutott eszembe, hogy bár egyébként ez egy elég személyes videó lett, mert sok információt beszéltünk most ezáltal át, de úgy éreztem, hogy elmesélem ezt nektek, hogy vajon ti észreveszitek-e ezeket a jeleket, amikor egy-egy dűrohamra, egy-egy negatív gondolatra ilyeneket kaptok a környezetetekben beszivárgó jelekből. Nem kell, hogy az egy konkrét fejben lévő gondolat legyen, elég az egy média, elég az egy újságcikk, elég az, hogy éppen az utcán találkoztál valakivel, és valaki mondott valamit, elkaptál egy mondatot, vagy a barátnőd épp akkor mond neked valamit. Vajon te észreveszed ezeket, és hogy ezek mit jelentenek számodra?
Én mondom, ettől függetlenül azt érzem, hogy nagyon gyógyító volt ez a tegnapi kirohanásom, és már amikor kimondom a dolgokat, akkor tudatosult, és tudatosítom magamban, hogy ez természetesen nem így van. Mégis szerintem nincsen olyan ember a Földön, vagy ha igen, jelezzetek nekem, hogy 0-24-ben reggeltől estig minden nap, az év minden napjában pozitív tud lenni, és soha semmilyen baja nincs, és nincs olyan, aki, vagy ami megtöri. Nekem egy barátnőm volt, aki tudom, hogy mindig erős, és most a napokban még őnek is volt egy kirohanása, és elmondta az ő social médiáján, hogy mennyire megborult, és hogy bőgött. Úgyhogy ilyenkor érdemes azt tudni, hogy egyébként vannak olyan periódusok, amik globálisan hatnak az emberekre. Ilyenkor nyilvánvalóan személyes dolgok jönnek fel, és nyilvánvalóan a te világodban lévő problémacsomagok, tehát nem ugyanazok, de ettől függetlenül maga az energia, ami közvetíti ezt az egészet, az egy globális dolog, tehát most jelenleg rá lehet fogni amúgy a teliholdnak a hatására, és biztos vagyok benne, hogy ez is számít. Alapból is van most egy viszonylag hosszabb periódus, ami egyébként nem tudom mikor kezdődött, egyszer kiírtam, hogy innentől gondok lesznek, és onnantól érezhető a hatása, vagy érezteti a hatását ez a dolog, és érdemes ilyenkor egyébként még tudatosabbnak lenni. Na most mit jelent az, hogy valaki tudatos? Mert hogy orba szájba mondogatjuk ezt a szót, de igazából van-e értelme, vagy ez megint csak egy klisé? A tudatosság az, hogy tudom, hogy valami be fog következni, vagy hogy valamivel, tehát mondjuk jelen esetben a gondolatoknál azt jelenti, hogy tudom, hogy ebbe a cipőbe fogok esni, hogy mondjuk rossz kedvem lesz, de ki tudom hozni magamat azáltal, hogy tudatosan észreveszem ezeket a dolgaimat, és törekszek arra, hogy ne hergeljem bele magam végsőkig, vagy pedig ha igen, akkor van egy pont, ahonnan ugyanúgy kihozom magamat.